Az ilyenkor nyár elején megszokott képek a Vármegyeháza dísztermében. Az asztalon serlegek, érmek, különdíjak, a hallgatóság körében pedig futballisták, edzők, vezetők, ezúttal civilben. Az MLS Vármegyei Igazgatósága hagyományosan ilyenkor díjazza az előző idény legjobbjait. Kvaka Árpád szerint ismét volt minimális lemorzsolódás, de azért nincs okuk panaszra. A számok azok sajnos a felnőtt csapatokat, ha nézzük, akkor évről évre csökkennek. Ez azt jelenti, hogy minden egyes évben sajnos 2-3-4 csapattal kevesebb indul, mint ami az előző évben indult. Viszont kettő dologban is nagyon pozitívan alakult most a felnőtt csapatszámunk. Egyrészt az a 103-as induló létszám, ez még mindig kimagasló az országban, Budapest és Pest megyét kivéve, hiszen ők egy teljesen más agglomerizáció és teljesen más lehetőségekkel vannak felvértezve. Győrmoson Sopron megyével együtt a legtöbb felnőtt csapatot tudjuk indítani, valamint az is nagyon rég fordult elő, ha egyáltalán előfordult, hogy az egész bajnoki év során mindössze kettő együttes lépett vissza, tehát általában azért többen szoktak visszalépni, főleg a harmadosztályba, úgyhogy pozitívnak mondható. Még talán azt is mondhatom, hogy az utánpótlás számok pedig nem csökkentek, 199 együttes vett részt a labdarúgó bajnokságokba, és kereken 100 együttes a futszál pontvadászatokba. Az elmúlt években nem jutott fel csapat az NB3-ba a Vármegyei első osztályból, ezúttal azonban a Máté Szalkai MTK kiharcolta a feljebb lépés jogát. Nagyon vártunk már erre, és nagyon örülünk neki, hogy az eredetileg ugye a második helyen végző, és végül második helyen végző Máté Szalkai MTK ugye az osztályozón sikerrel vette, és egy magasabb bajnokságot, mert mondhatom, hogy ez a Pest-Vár megyei bajnokság azért talán magasabb színvonalat képvisel, a Dunaharasztit oda-vissza meg tudta verni, és kettős győzelemmel jogot szerzett arra, hogy az NB3-ba induljon. Ez fontos kiemelni, hogy jogot szerzett, mert ugye az még nem azt jelenti, hogy NB3-ba fog indulni, bár nagyon remélem, hogy el fog indulni. Ha minden egyes NB-s csapatunk, aki jogot szerzett is elindul, akkor azt mondom, hogy nagyon pozitívan alakulna, hiszen nagyon rég volt annyi 6 NB-s csapatunk. Ugye a Nyíregyháza Spartacus FC az NB1-be indulhat, a Kisvár a Mastergood az NB2-be, és az NB3-ba a Spari, illetve a Kisvár a fiók csapata mellett a Sényő és a Máté Szalka is ott lehetne. Azt hiszem, hogy ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyének és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei labdarúgóknak, főleg a fiataloknak ez egy óriási lehetőség, hogy NB-s szinten meg tudják magukat mutatni több csapatba is a megyében. A Máté Szalkaiak csapatkapitánya szerint az őszi szereplésükkel alapozták meg azt, hogy osztályozót játszhattak. Nekünk az első fél év az nagyon jól sikerült, második helyen zártuk a fél évet. Viszont a második, a tavaszi fél év az igen nehézkesen indult, átestünk sajnos egy edzőváltáson, de az eredmény azt bizonyította, hogy lehet, hogy nem volt rossz döntés, ezt már nem tudjuk meg, viszont az osztályozó az hátsánk nagyon jól sikerült. Nem kerültünk össze egy gyenge csapattal, viszont mi stabilak voltunk, nagyon akartuk ezt az NB3-t, úgyhogy hátsánk sikerült. Június 28-án lezárul a nevezési időszak, utána még egy hetük lesz a kluboknak az esetleges hiánypótlásra. Július 1-én indul az átigazolási időszak, július 20-ig szabadon, aztán viszont már csak az átadó klub hozzájárulásával válthatnak csapatot a futballisták.